Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Több mint 100 fiatal búcsúztatta az évet a nyíregyházi kosársulinál. Veretlenül zárta az őszi szezont a balkányi futballcsapat. A Nyírségkupi csapata nyerte az 5. Szabolcs Takarékkupa kispályás focitornát. 5-ször javította meg a veterán magyar csúcsot a nyíregyházi Molnár Miklós. Pályafutása legsikeresebb esztendejére tekintett vissza Majoros Bence. A 8. helyről szeretne előrelépni tavasszal a Baktól Orrendháza VS-e. Fennállása a legsikeresebb évét zárja a nyíregyházi kosársuli, a felnőtt csapat ezüstérmet szerzett a legutóbbi szezonban. A Szent Imre Gimnázium csarnokában megtartott hagyományos évzárón több mint 100 fiatal kosaras vett részt. Az, hogy az NB1 az második helyen végzett, így egyértelmű. Emellett az utánpótlás csapataink is azért minimum a 16-os táblára fölkerültek, tehát minden korosztályban. Szenzációs évet zártunk minden tekintetben. Természetesen jó lenne, hogyha még többen lennék, tehát még több gyerek lenne, akkor ugye még így nagyobb lenne a merítési alap, és akkor talán az eredmények is még fényesebbek lennének, de talán nem is mindig az eredmény a legfontosabb. Az, hogy itt együtt vannak, sportolnak, nem csak otthon ülnek, én azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb is, ugye itt látszik most, hogy a gyerekek azok jól érzik magukat, szeretnek kosárlabdázni, és ettől fontosabb, én úgy gondolom, nem is kell. Hány gyerek, hány korosztályban kosarazik a kosársulinál? 7 korosztályban kosárlabdáznak a gyerekeink, tehát ahol csak lehet minden korosztályban. Vannak olyan korosztályok, ahol 2 csapatot is indítottunk pontosan azért, hogy a gyerek mennyiség az ne az legyen, hogy ugye egész évben edz és nem fog mérkőzést játszani. Tehát ugye azért edzünk egyértelműen, hogy utána megnézzük, hogy a pályán mire vagyunk képesek. Ugye főleg kisebbeknél elutazhatunk, együtt vagyunk, jól érzük magunkat, ugye akkor anya egészen másként csomagolja össze a hátizsákot, akkor abból ugye lehet válogatni. Ezek azok az élmények, ami miatt úgy gondoltuk, hogy nem csak az a 12 gyerek fog utazni a képen az adott időszakban a legjobb, hanem mindenki kellőképpen versenyezhessen, ezért ugye 2 korosztályos AB csapattal versenyzünk. A kirakadt csapat a felnőtt együttes, a bajnoki ezüstérem után talán lehetett attól tartani, hogy nehéz lesz megismételni ezt az eredményt, most a bajnokság az alapszakasz felénél tartunk, és egy bajnokság elején elszenvedett vereséggel álltok. Azt azért tudni kell, hogy kevesen vagyunk, tehát bárhonnan nézzük, de nagyon kevesen vagyunk, viszont az, aki itt maradt, az a mag, tehát ők évek óta együtt kosárlabdáznak, együtt játszanak, és úgy gondolom, hogy akik nem folytatták tovább, azok nem azok voltak, akik a meghatározói voltak. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha most itt lennének, mert azért sokkal többet tudnának lenníteni a csapaton. Elhittük talán azt, ugye a debreceni vereség után, miután egy kicsikét megnéztük, hogy hogyan lehet tovább menni, hogyha talán a fiatalokat bevonjuk ebbe az egészbe, ők azokat a pár percet, amik a pályán vannak, azt úgy fogják tudni megoldani, hogy ez nekünk mindenféleképpen hasznunkra lesz. Ugye ez el kellett hinni a nagyoknak is, el kellett hinni a kicsiknek is, hogy így közösen talán valami eredményt fogunk tudni elérni. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez működik, de ez nagyon-nagyon-nagyon vékony jégen táncolunk, mert ugye itt annyi kell csak, hogy valaki sérült legyen, beteg legyen. Ugye már most ugye elmentünk Miskolcra Hepkupát játszani, és nagyon kérdéses volt, hogy egyáltalán milyen összetételben és hogy fogunk tudni kiállni. A végén mindannyian megvoltunk, és ugye sikerült is egy aránylag nagy arányú győzelmet szerezni. De ugye, hogyha esetleg a dia beteg, az orsi beteg, vagy ugye itt valaki megsérül, akkor ugye nem maradunk már csak 4-5-en, akkor már biztos, hogy egy kicsinek kell a pályán lennie. Tehát nehéz. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy nagyon szép, ami most eddig elértünk. De a kérdés az, hogy a továbbiakban tudjuk ezt tartani, és hogy valóban lesz annyira masszív ez a 7 ember, hogy minden sérülés és betegség nélkül meg tudjuk húzni ezt a ránk való következő fél évet is. Bent van a csapat a Hepkupa 4-es döntőjében, elképzelhető, hogy Nyíregyháza lesz a finálé? Természetesen megpróbáljuk megpályázni, tehát ugye az előző, amikor 2 évvel ezelőtt mi a döntőben voltunk, akkor nagyon rossz tapasztalataink voltak, ugye akkor egy péntek-szombati megrendezésbe futottunk bele, felutaztunk pénteken, hazautaztunk, szombaton visszautaztunk, és így tovább, és úgy gondoltuk, hogy azért jó lenne ezt hazai környezetben esetleg egy olyan
olyan közösség előtt lejátszani, aki ugye folyamatosan kivannak a mérkőzéseinken, esetleg az utánpótlás lássa azt, hogyha keményen dolgozik, akkor hova juthat el. Tehát ezért gondoltuk mi azt, hogy megpróbálják megpályázni. Ugye mi egy két pesti csapat van benne, meg egy Bajai, közel sem biztos, hogy egy Nyíregyháza pályázata fog nyerni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a rendezvényt idehozzuk Nyíregyházára. Meddig tart a pihenő, mikor kezdődik a felkészülés? Az igazság, hogy sokat nem pihenhetünk. Tehát ugye tavaly kipróbáltuk azt, hogy ha két ünnep közt nem edzünk, akkor esetleg, amikor a bajnoki rajtra, hogyan fogunk tudni talprálni, és hogy fogunk tudni nekinek indulni, nem igazán működött. Most viszont azért kell, hogy elkezdjük, mert ugye január 8-án már bajnoki mérkőzésünk van. Az ugyan a nemzetvédelmi ellen van fent Budapesten, ami talán annyira nem lehet veszélyes, viszont 13-án már jön az a Debrecen, ugye, akitől az egyedül vereségüket elszenvedtük, és arra keményen kell készülnünk, dolgoznunk, ugye jó szerkezetű a Debrecen, jó játékos állománnyal rendelkezik, és azért hazai pályán jó lenne, hogyha ez a fiasko nem ismétlődne meg. Ezért 27-ével kezdjük az edzéseket. Napi egy edzésre megyünk, hogy azért legyen másra is idő, meg ugye akik azért vizsgára készülnek, azoknak megmaradjon az a része is, ugye, hogy a felkészülés is meglehessen. Lassan búcsúzik a 2016-os év, te hogyan tekintesz vissza erre az esztendőre? Azt hiszem, egész jól zártuk ezt az évet. A kezdeti nehézségeken túléptünk, és hál' Istennek nagyon jól fejeztük be ezt a szezon. Te mennyire lettél jobb játékos az elmúlt 12 hónapban? Igen, ez nagyban változott szerintem. Évről évre szerintem mindenki fejlődik. Én is úgy érzem, hogy egyre jobban teljesítek, és egyre magasabb szintekre lépek. Milyen lehet a tavasz, az első helyen álltok? Jönnek a visszavágók, mindenféleképpen meg szeretnénk tartani ezt a keleti csoporti első helyet, hogy a rájátszásban minél jobb ellenfelet kapjunk, úgymond. Szerintem ez sikerülni is fog. Téged évek óta hívnak az A-csoportba, és talán már ki is nőtted ezt az osztályt. Mikorra várható a váltás? Minden jól megy, ha meg tudom beszélni az iskolával is, illetve meg tudunk egyezni ugye a Vasas csapatával is, akkor következő szezonra szeretnék váltani. Sokadik év, amire kosarasként tekintesz vissza, Nyíregyházán eltöltött időszakok közül hogyan értékeled ezt a mostani esztendőt? Talán az egyik legsikeresebb volt, mert ugye sikerült egy második helyet összeszednünk a bajnokságban, illetve most ugye tegnap sikerült a Hepkupa 4-es döntőbe való jutást is kiharcolnunk. Ugyanakkor edzőként is sikerült egy jamborén részt venni a gyerekekkel, úgyhogy kifejezetten jó volt. A játék mellett ugye edzősködsz is. Hogy néz ki százalékosan most már, melyik élvez elsőbséget? Próbáljuk még azért nyilván a játékot, tehát abban állapodtunk meg édesanyámmal is, ugye, hogy ezt az NB1-es évet még teljes intenzitással végigcsináljuk, úgyhogy így az alapozásnál nála is voltak a gyerekek. Úgyhogy még az NB1 már szépen lassan lehet, hogy majd az edzősködés, de ez az év még biztos, hogy az NB1-é. Milyenek a gyerekek, mennyire vevők a munkára? Van-e köztük olyan, akiből majd kinőhet a következő Farkasinszky Orsi, a pap Klaudia? Nagyon bízunk benne, nyilván ez a kadett korosztálynál fog hamarabb elkövetkezni. Nyilván ők ott vannak, dolgoznak, csinálják, amit kell. Ugye mindig megemlítem, hogy NB1-ben is ott vannak. Most a tegnapi mérkőzésen is sokat hozzá tudtak tenni, jól tudtak beszállni. Reméljük, hogy ez a saját korosztályokban is kifizetődő lesz. A kicsiknél pedig nyilván ugyanezen dolgozunk, hogy idővel ők is egy NB1 végig eljuthassanak. Sokaknak célja ez, úgyhogy reméljük, hogy ez így is fog történni. Milyen tavaszra számít az elképzelhető, hogy még az idén szerzett ezüstnél is fényesebb érem kerül a nyakatokba? Nyilván mindig az egy játékos célja, én azt gondolom, mindig úgy lép pályára, hogy nyerjen, és mindig az a célja, hogy minél előrébb végezhessen. Meg fogjuk tenni azt, ami tőlünk telik, mit most a Hepkupán is, illetve a bajnokságban is. Reméljük, hogy nem fogunk több vereséget begyűjteni, vagy maximum egyet. Tudnánk tartani ezt az első helyet, akkor azt gondolom, hogy pozitívan várhatnánk. Bejuthatnánk négybe, ott pedig már azt gondolom, hogy bármi lehet, akár egy döntő, de ha egy harmadik, negyedik helyért tudunk játszani, és esetleg ott egy bronzérmet szerezni, én azzal is elégedett leszek. Veretlenül zárta az őszi szezont, és magabiztosan vezeti a megyei első osztály tabelláját a Valkányi futballcsapat. Mirgai László együttes a zsinórban 45 mérkőzésen nem talált legyőzőre. Nekünk sikerült olyan játékosokat igazolni, akikkel azt a játékrendszert, amit én szeretek játszani, ezt az egész pályás letámadást, ezzel a fiatal csapattal, ezt mivel sok gyors játékosom van, ezt meg lehetett valósítani. Ezért már az ellenfél tér felén nem engedtük, hogy az ellenfelek
ki tudjanak bontakozni, illetve fel tudják építeni a támadásaikat, és ezáltal sok labdát szereztünk, és hát a góljaink száma is ezekből a labdaszerzésekből volt az öme, illetve hát azt kell mondanom, hogy sok olyan kreatív futballistán van, hála Istennek, akik a játékban megtalálják azokat a szituációkat, amik kellenek ahhoz, hogy a támadóink, a szélsőink ki tudjanak ugrani, és ebből sok helyzetet dolgoztunk ki. Volt olyan mérkőzés egyáltalán, amely után maradt benned hiányérzet, és melyik volt az a meccs, amely után maximálisan elégedett voltál? A döntetlenek azok sajnos olyanok voltak, amiket hozni is lehetett volna. Ott a helyzet kihasználásainkkal gondok voltak. A Tuzsér ellen mindenféleképpen azt mondom, hogy ott nyerni kellett volna. És hát én azt mondom, hogy igazából nem is mondhatok más olyan, mert a döntetlenek is olyanok voltak, hogy a Nagyhalász ellen döntetlen játszottunk, de egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, és ha azt nézem, hogy ott is megvoltak a helyzeteink, de viszont az ellenfélnek is megvoltak a helyzeteink, akkor a helyzeteik, akkor azt gondolom, hogy az egy reális döntetlen volt, és hát igazából mondom, a tuzséri meccset nagyon sajnálom, mert azt, ha behúzzuk, akkor most 8 ponttal vezetnénk. Másik oldalon tehát a legjobban sikerült meccs? A legjobban sikerült meccs az van, 2 is, a Tiszavasvár ellen 5-ös, illetve az hazai pályán volt, és idegenben a Nagyecsed. Ott is sikerült egy 5-ös rúgnunk. Hát én azt gondolom, hogy a Nagyecsed ugye a második helyen áll, hát az nagyon nagy bravúr volt, az még engem is meglepett. A játékosok közül, ha ki kell emelni valakit, ki lenne az, akik lennének azok? Nagybetűs csapat, én azt mondom, hogy mind a 18 játékos szenzációs teljesítményt nyújtott, Olá Dávid a kapuba parádézott, hátul a Lippai Timi 19 éves létére gólokat rúgott belsővédőként. Hozzáteszem, hogy a középpályán a fiatalok Oháromán, Kondor Milán, Somogyi Márk, Szabó Marci nagyon-nagyon jó teljesítmény nyugodt, ezek közül szinte mind rúgott gólt, fontos gólokat, illetve hát az Iván Zsoltot is ide sorolom. És hát a csatársorban azt mondom, hogy az Igor Bogdanovics, a Kálai Gabi, hát fantasztikus volt, mind a két srác igazi támadó, ízig-vérig érzik a kaput, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok együtt. Egy ilyen ősz után terveztek-e valamilyen változást a játékos keretben? Én nekem ki van nézve, már tavaly is ki volt nézve még egy védekező középpályás, illetve még egy nagyon ügyes fiatal játékos, aki most NB3-ba játszik, és hát ha őket meg tudnám szerezni, akkor azt mondom, hogy szerintem NB3-ba is megállnánk a helyünket. Meddig pihentek, és hogy néz ki, körülvonalazódik-e már a felkészülési program? Igen, január 9-én kezdünk, Hajdúböszörményben fogjuk játszani az összes edzőmeccsünket, a műfüves pályájukat most felújították, és oda kötöttünk le minden edzőmeccset, NB3-as csapatokkal az ömében, és hát még csinálunk egy teremtornát a felkészülés elején Balkányban, ahol a Nagyecsed, a Sényő, a Gyulaháza, Újfehértó és én két csapattal indulok, és akkor utána egy kis közös vacsora, és akkor utána jönnek a felkészülési meccsek, illetve a kemény edzések. A megyei másodosztályt is beleszámítva, másik bajnokság óta veretlen a csapat, meddig lehet nyújtani ezt a sorozatot? Ez a másfél év is hosszú. Én azt gondolom, hogy olyan munkát kell végeznünk, hogy továbbra is tartsuk ezt a 6 pontos előnyt, biztos, hogy valaki meg fog verni, majd a következő szezonban, mert ez hosszú ideig nem lehet nyújtani, de azon leszünk, hogy ez minél tovább megmaradjon, és ha sikerül, mondom, még egy-két poszton erősíteni, akkor reméljük, hogy ez sokáig fog tartani az a szép sorozat. A Nyírségkopi csapatának győzelmével zárult az 5. Szabolcs-Takari Karácsonykupa kispályás futballtorna. A Bemiskola csarnokában 32 együttes lépett pályára. 3 megyéből érkeztek, mint ahogy az eddigi 4 év szintén, tehát Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből, de örömmel újságolhatom, hogy ettől az évtől kezdve nemzetközévé vált a torna, hiszen a Kotnár Bereg Vidék FC csapata is megtiszteli jelenlétével a rendezvényt, és így nemzetközi lesz. 16 településről jönnek a megye különböző helyeiről, egészen Csengertől Tiszadobig mindenhonnan érkeznek csapatok, de természetesen az Intersport Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság krémje is itt van. Nagyon sok jó csapat nevezett a tornára, kitűnő mérkőzéseket láthatnak a nézők. Én bízom benne, hogy így folytatódik majd ez a torna az elkövetkező években is.
Mi a Kispest futball népszerűségének az igazi oka, hiszen évről évre nagyon sok csapat tölti, nagyon sok játékos tölti a téli időszakot, az ünnepek időszakát Kispest focival. Igen, hát ilyenkor összeverődnek a jó barátok, tehát igazi barátságok szövődtek már hosszú éveken keresztül, és akkor akik éppen távol vannak, azok is hazajönnek, de vannak olyan csapatok, akik hosszú évek óta együtt játszanak, és játszanak a kispályás bajnokságban is, természetesen a tornákon is, de akkor általában kiegészülnek egy-egy spillerrel, és hát ezért varázslatos ez a játék, hiszen itt a játék minden szépségét megmutatják ezek a játékosok. Most vannak-e ilyen minőségű futballisták, csapatok, hiszen aki az elmúlt évtizedeket figyelemmel kísérte Nyíregyházán, látta, hogy honnan, hová jutott el a kisfejes futball, ma már tényleg vannak, akik művészi szinten űzik ezt a játékot, gyakorlatilag amatőr szinten is. Igen, természetesen, hiszen a kispálya és a nagypálya között azért óriási különbség van, de a másik oldal pedig az, hogy nagyon sok olyan játékos kerül ki a kispályáról, aki éppen nagypályás csapatban tudja bebizonyítani, hogy mire képes. Annak idején emlékszem még rá, hogy a Városi Stadionban Bagoly Gábor például újfehértói csapat játékosaként ott lett kiszemelve, és úgy járta be gyakorlatilag egész Európát. Ezzel a tornával nincs vége még a téli időszak teremtornáinak, hol rúghatják még a labdát azok, akik szeretik ezt a sportágat? Az évet már rögtön egy fantasztikus, nagy országos pénzdíjas teremlabdarúgó tornával kezdjük, a Continental Arénába kerül megrendezése 12. alkalommal, a Kelet-Magyarország Eisma Hungária kupa. Itt is 32 csapatot várunk, az ország különböző pontjairól neveztek már a csapatok, hiszen 28 csapat már benevezett a tornára. Itt is örömmel újságolhatom, hogy nemzetközi, sőt duplán, hiszen most már Romániából is érkezik egy csapat, Szatmár Németiből, és ugyanúgy eljön a Kotnár Beregvidék csapata is erre a tornára, viszont 4 hely még kiadó, várom azokat a csapatokat, akik szeretnének ezen a tornán elindulni, a beérkezések sorrendjében fogadjuk el majd a nevezésüket. A tornát a Nyírségkopi csapata nyerte a nyíregyházi Rada Rally Team és az újfehértói Királygold együttes előtt. A gólkirályi címet a Rada Rally Team-es Nagy János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Nyírségkopis Vasas Gergőt, a legjobb játékosnak pedig a Királygoldban szereplő Kis Tamást választották meg a szakemberek. 5-ször javította meg a veterán magyar csúcsot egy nemzetközi súlyemelő versenyen a nyíregyházi Molnár Miklós. Az 55 éves sportember már a 2018-as budapesti Masters Európa bajnokságra készül. Valamikor ifjúsági világbajnokságon bronzérmet szereztél, aztán magyar bajnokságon is szereztél, nyertél érmeket, majd később a szeniorok között VB-ezüst is jutottál, aztán hosszú szünet következett, minek hatására kezdted el ismét a súlyemelést? Egy sportoló igazán soha nem tudja abba hagyni, és tudomásom lett volt arról, hogy milyenek a Masters eredmények, és én úgy éreztem, hogy képes vagyok ezeket megdönteni. Sok esetben viszont az agy felülírta az izmot, tehát azt gondolom, hogy még mindig 20 évesek érzem magam, de az izmok nem igazán ezt mutatják, de korosztályomban úgy érzem, hogy még van mit javítani az eddig elért eredményeimmel. Mikor kezdted a felkészülés, és mikor volt az első megmérettetés? Hogyha vissza tudunk menni az időbe, akkor 2013-tól 2014-ig tartott egy időszak, ahol Kazincbarcikán Európa-bajnokságot rendeztek, és ott egy 6. hely és egy szakítás országos csúcs sikeredett. Utána viszont úgy éreztem, hogy leteszem a lantot, mert már öregszem. Aztán ismét újra kezdte, sőt elindult az idén a világbajnokságon, milyen sikerrel? Sikerről nem beszélhetünk, elmentem a senior világbajnokságra, a németországi Heinsheimben rendezték meg, és itthon már megmondja a két felkészítőm, a Fitchor József és a Simcsina Mihály is, hogy kissé önfejűen úgy döntöttem, hogy ha nem nyerek, akkor nem csikol engem, hogy második vagy harmadik leszek. Nyerni szerettem volna, a legmagasabb kezdősúlyt diktáltattam be, amit 3-szor elrontottam. De nem várhattam igazán csodákat, csak mondom, az agy felülírja sok esetben az izmot, és 3-szor betlisztem. De viszont az eredmény bennem volt. Ez ki is jött, mikor és hol? Október 5-én volt ez a Heinsheim, ami nem sikerült, a hazajövés, odamenés, stb. 1-2 hét eltelt, de mégis úgy gondoltam, hogy nem hagyom, hogy valaki is a háttérben leírjon minket, meg az edző kollégákat, és ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek Kazincbarcikára. 20-án, most november 20-án rendeztek egy Masters nemzetközi versenyt, és ott óvatos kezdésekkel
5 országos csúcsig jutottam el. Ezek után milyen terveid vannak még? Ezeket a csúcsokat még sófoljuk egy picit. Van, aki azt mondja, hogy képes lehetek a korosztályom világcsúcsára is, de maradjunk abban, hogy javítgassuk a magyar csúcsokat feljebb. Beszéljünk egy picit a segítőidről, már említetted őket. Simcsina Mihály, aki napi kapcsolatban volt velem, ő erőemelő és súlyemelő edző is, általában telefonon értekeztünk. Ficsor József meg, aki ismert, ugye, hogy diszkoszvetésben volt olimpián, stb. És 65 méteren felüli dobó, az felajánlott, hogy önként részt vesz minden edzésemen. És ott jut a garázsajtóba, és mondom, hogy ennek a két embernek se akartam azt, hogy ne vessenek rajtunk, hogy ugye akár elvennünk ilyenkor mozognak a háttérbe, és utólag jó tanácsokat próbáltak nekem adni, de ennélkül is megvoltunk valahogy. Most itt vagyunk az évi szedzőtermében, ahol a nyíregyházi erőemelők is készülnek, ha minden igaz, azért az ő munkáikat is figyeles segíted. Igen, figyelemmel kísérem és próbálok segíteni, mint most is, hogy megemlíteném a Simcsina Mihály, aki önszántából elkezdett foglalkozni néhány tehetséges gyerekkel, akikhez zárkóztak közben. Ez egy 3 éves történetről beszélünk, tehát ő semmi fizetés, semmit nem kap érte, de hűségesen lejár ide, csinálják, és ez abban mutatkozott már meg, hogy a 3 év alatt 2 ifjúsági csapatversenyt megnyertek országost, az idén pedig már a juniorok között is elsők lettek a felnőtt mezőnyben, meg egy második helyezést értek el. Pályafutása a legsikeresebb esztendői zárja Majoros Bence. A nyírbátori fiatalember első felnőtt Európa-bajnokságán képviselhette a magyar színeket, emellett nagyszerűen szerepel a német Borussia Dortmund csapatában is. Számomra ez nagyon sikeres évnek tekinthető. Ugye egyrészt egy elég jó fél évet zártam még az előző szezonban Weinheimben, a harmadik ligában. Ennek köszönhetően most ezt a szezon már a második ligában, Dortmundban kezdhettem. Egyenlőre még 3-as-4-es pozíción játszottam, és egy 14-4-es bilanszal zártam most ezt a fél évet, ami elég jónak számít. És tényleg a fejlődéssel is, az eredményektől függetlenül is nagyon elégedett vagyok, és úgy tűnik, hogy a következő fél évben már felül, tehát 1-es-2-es pozíción fogok játszani, ami előrelépést jelent. Ugye sikerült kiharcolnom azt, hogy egy felnőtt Európa-bajnokságon is részt tudjak venni, ugye ez volt számomra az első. Külön öröm volt, hogy ez Budapesten volt, szóval Csekös anyibáik és családtagok, barátok is el tudtak látogatni és tudtak drukkolni nekünk. Ugye ott életem eddigi legnagyobb eredményet értem el, és sikerült megvennem a Karakasevicset. Ugye utána ez ilyen vegyes érzelmekkel ért véget ez az Európa-bajnokság, de mindenképpen tanultam belőle, és az is egy előrelépés jelentett a karrierem szempontjából. Igazából ugye Oxenhausenben az edzések ugyanúgy intenzívek, nehezek, de hála Istennek érzem magamon a fejlődés is, az ottani edzői stáb is erről meg is erősít engem, és hála Istennek tényleg látják bennem azt a plusz, azt a potenciált, amivel egy jó játékos el tudja érni azt a szintet, amit igazából nem sokan. Több nemzetközi tornán is indultál már az idejében. Hogy érzed, kezdik a felnőtt mezőnyben is megismerni a neved? Igazából itt Magyarországon már viszonylag azért jó játékosnak számítok szerintem. Nemzetközi mezőnyben még azért nem nagyon, tehát ott azért még van mit letenni az asztalra, de szépen lassan lépésről lépésre haladok előre a ranglistán is, és egyre jobb játékosokat is sikerül megvernem. Milyen komolyabb versenyek válnak rá a következő esztendőben? Lesz ugye világbajnokság majd májusban, lesz most U21-es Európa-bajnokság, amin biztosan részt veszek. Világbajnokságot azt nem tudom, mert ugye ott csak 4 játékos indulhat az országból, plusz számomra akkor lesz majd az érettségi, amin részt kell vennem, úgyhogy azt még tényleg nem tudom, hogy ott hogy lesz. Mert hát igazából csomó felnőtt Pro Tour verseny, hazai versenyek, liga meccsek, szóval elég sok olyan tétmérkőzés lesz, ahol helyt kell állnom.
A 8. helyen zárt az őszi szezont a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Baktaló Rendháza vélyese. Illés László együttese 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel várja a tavaszi folytatást. Ezzel a szerepléssel egyáltalán nem vagyok elégedett. Amikor a bajnokságot elkezdtük, akkor a célkitűzésünk az volt, hogy oda kell érni az első 8-ba. Ha csak ezt nézik, akkor azt mondom, hogy sikerült, de én nem igazán ezt terveztem, tehát nem vagyok elégedett abszolút az őszi szereplésünkkel. Az, hogy mi az oka annak, hogy nem sikerült mondjuk az elsőt borítani, annak nagyon sok összetevője van, de legfőképpen azt mondom, hogy a hazai szereplésünknek köszönhetjük azt, hogy nem sikerült odaérnünk, illetve annak, hogy szűkös volt a keretünk, tehát már azért a megyei első osztályba is, hogyha egy csapat oda akar kerülni a legjobbak közé, akkor 18-20 meghatározó futbolistájának lenni kell. Mi volt olyan mérkőzés, amikor úgy tudtunk kiállni, hogy 10-11-en, 12-en voltunk. Ez amúgy meglátszik a tabellán, a statisztika az nem hazudik, tehát hogyha megnézzük a tabellát, az első fél idei tabellán harmadikok vagyunk, úgyhogy a balkáni mérkőzés előtt még vezettük az első fél idei mérkőzések alapján a tabellát. Ugye a második fél idei mérkőzésekről pedig jobb nem is beszélni. Ez köszönhető annak, hogy több emberem sérüléssel bajlódott, és mivel nem volt, akivel helyettesítsem őket, második fél időre elfáradtunk. Körülbelül 4-5 olyan játékos van a csapatban, akiről azt mondom, hogy megfelel a csapatnak a kondíciójának, az ő kondíciója. Ennek az osztálynak megfelelő, a többiek különböző okok miatt nem tudják azt a szintet végighozni 90 percen, és ennek köszönhetjük, tehát ennek a két tényezőnek köszönhetjük azt, hogy nem sikerült az első ötbe bevergődni magunkat. Melyik volt az ősz legjobb meccse, és melyik volt az, amelyet leginkább elfelejtenél? Több ilyen is van, pozitív és negatív irányba is, tehát az ősz legjobb meccse az számomra ugye a kupameccs volt, a cigándi kupameccs, az volt véleményem szerint az ősz legjobb meccse, illetve voltak olyanok, ami nagyon szívesen megmarad az ember emlékébe, az ilyen például egy első fél idő Szakolyban, amikor egy 6-ost tudtunk gurítani az első fél időben, az nagyon-nagyon jó kis első fél idő volt, amikor nagyon összejött minden. Illetve ami még nagyon tetszett, a Sényő elleni mérkőzésünk, ami a Gyula utáni Magyar Kupa meccsen volt, és ott szenzációsan fociztunk, és nagyon simán tudtunk nyerni. Ezek a mérkőzések voltak. Hát, amit elfelejtenék, abból is van bőven. Rögtön itt a nem olyan rég elvesztett hazai pályán a Fehérgyarmat elleni mérkőzés, és annak is inkább a második fél ideje, nem is a második fél ideje, hanem az utolsó 30 percen, mert addig uraltuk a játékot, ott viszont beleszaladtunk egy csúnya négyesbe, illetve ami még a másik, amit még úgy szívesen elfelejtenék, az a hazai Máté Szalka jeleni 1-0-ás vereség. Ugye ezen kívül voltak még, mert kiköptünk 4-0-ra nagy halászba is, de az nem volt olyan negatív az a mérkőzés. Mikor kezdődik majd a felkészülés? Január első hetében kezdjük a felkészülést. Az az igazság, hogy akkor így most nyugodtabban lehet, bár nem annyira, mert ugye február végén kezdődik a bajnokság papíron. Nem vagyok sportszakmai szakember, tehát de azért ezt a korai kezdést nagyon megkérdőjelezem, hogy ez mire jó, ezt nem tudom. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!